Budapesti Népstadion. Itt rendezik a 8. atlétikai Európa-bajnokságot. Minden készen várja már Európa legjobbjait. Füvesített edzőpálya áll rendelkezésre a verseny előtti bemelegítésre. A hatnapos küzdelem sorozatra érvényes belépőjegyeket látjuk. A tájékoztatásra jó szervezett apparátus áll rendelkezésre. Három nyelven mondják be az egyes versenyszámokat, idő és teljesítmény eredményeket, majd azonnal továbbítják a hírközpontba. Az ügyességi számoknál elektromos eredményjelzőt állítottak fel, amely feltünteti a versenyző rajtszámát és teljesítményét. Svájci készítmény ez a célfotó berendezés. Milliméter pontossággal rögzíti a futók beérkezését, és alig telik el néhány másodperc, már előjön a filmszalag, amely kivetítve minden kétséget kizáróan mutatja a futók hiteles beérkezési sorrendjét. Ez a nagyméretű távolságjelző pedig a közönséget tájékoztatja. A rajtszámok elhelyezésével mutatja a verseny pillanatnyi állását. 25 nyelven készült az üdvözlő felirat, valamennyi résztvevő ország nemzeti nyelvén. És Európa legjobb atlétái, versenyzők, edzők és kísérők laknak majd itt Gödöllőn, a három új kollégiumi épületben. A nagyviláglapok tudósítói a műegyetem mellett épült 1000 személyes kollégiumban nyernek elhelyezést egy és két ágyas szobákban. A gyors tudósítói munka feltételeit itt is biztosították. Az újságírók külön telex berendezésen dolgozhatnak. Felfrissítették az atletikai szertárat is, megérkeztek az új gerelyek. A Magyar Posta 8 darabból álló bélyek sorozatot bocsát ki, és a levelekre ilyen záró emblémát lehet ragasztani. Az Európa-bajnokság plakátjai Európa szerte ismertek.